A Szegedi Nemzeti Színház két pandémiás időszakon van túl. Az első kapuzárásuk tavaly márciusban volt, amit egy olyan tavasz időszak követett, amikor napról napra abban reménykedtek, hogy hamarosan nyithatnak, ez azonban csak a nyáron következett be. Majd novemberben ismét bezártak, és május végéig nézők nélkül tevékenykedtek. Fontos volt számukra, hogy tartsák a kapcsolatot a nézőikkel, így az online térben osztottak meg tartalmakat, videón keresztül emlékeztek meg különböző világnapokról, de színházi produkciók is megörvendeztették a kultúra kedvelőket. Ezek között volt balettelőadás, és ugye a Szegedi Kortás Balett produkciója volt két egyfelvonásos opera, ami között volt egy klasszikus, egy Didó és Énász Pörszültől, vagy például a négy hangú opera, ami viszont egy modern opera. Emellett pedig olyan darabokat is színpadra állítottunk, amelyek például egy családi mese musicalként, ugye a padlás című előadással vonzóak lehetnek majd a, a következő évadunkban a nézők számára, hiszen ezeket az előadásokat mind át kellett pakolni tulajdonképpen a következő időszakra, a következő évadra. A főigazgató rátérte a Szegedi Szabadtéri játékok 2021-es évadára is, amely számos változáson esett át. A darabok közül kikerült a Sok hű hó sem című Shakespeare vígjáték, az új szegedi színpad produkciói esetében pedig Vardi, Traviatája, valamint a Hófehérke és a törpe című családi mesebalett. Már folyamatban van a csak nem 4000 fűs nézőtér, valamint a 936 négyzetméter a színpad megépítése, aminek majdnem ezer tonna súlyt kell elbírnia. A 90. évad június 24-én az ajándékkoncerttel indul. Öt estén át majd a Jézus Krisztus Superstar című rockoperát, érkezik az Apácasó és a West Side Story hat estén várja a csillagtető színház nézőit. Bekerült a műsorba idén két olyan előadás is, ami hazai szerzők, hazai alkotók művéből született meg, ilyen például a Magyar Állami Népi Együttesnek, amelyik most ünnepli 70. évfordulóját, a Tánc Ünnep című előadása, aminél azért nem csak egy néptánc előadásra kell gondolni, hanem Lajko Félix, Ferenci György, a Szent Efrén kórus is fellép, tehát egy olyan különleges egyedi alkalom lesz, amit csak ott és csak akkor láthatnak a, a, nézők Magyarországon, illetve a Puskás a musical is megérkezik Szegedre, ami egy nagyon nagyszabású és látványos előadás, ugye a Vajk rendezésében. Az új szegedi színpadon a Kölcsönlakás című vígjáték a Mozart végoperája a szöktetés a Szerájból, egy Molière komédia, a Skappen furfangjai, valamint a nők az idegosszeomlás szénén musical látható. Emellett Kőhalmi valamint Kis Ádám humoristák is garantálják a Az elmaradt előadások jegyeinek visszaváltása folyamatos, erről online és személyesen a rögpolotában érdeklődhetnek. Az előadások védettségi igazolvány felmutatásával látogathatók.